Ez az én életutam. Vagy hogy jutottam el idáig, ahol most tartok részletesen. Kezdjük ott az egészet, most ezt nagyon-nagyon távolról fogom indítani, de tényleg részletes akarok lenni. Tehát középiskolában én voltam a legrosszabb tanuló az osztályba, de azt ki kell hangsúlyozni, hogy nagyon jó osztályunk volt, tehát nem volt nehéz a legrosszabbnak lenni közülük. Nem nagyon szerettem az iskolát, maximum barátok miatt, mert jó kapcsolataim voltak így a súlyba, tehát emiatt szerettem bejárni. Meg hát a szüleim nem is engedték volna meg, hogy ne járjak be. De olyan sok érdekes tanulnivaló nem volt ott, tehát hogy nem éreztem azt, hogy nekem ezeket tudni kell. Már akkor is azt éreztem, hogy ezek nem biztos, hogy kell lenni fognak nekem az életbe. Emiatt nem is nagyon tanultam, lusta voltam, ezt tényleg ki lehet mondani. De tudtam én magamban legbelül, hogy nem lusta vagyok, csak nem érdekel az, amit tanulok. És úgy voltam vele, hogy na majd, ha én megyek egyetemre, akkor ott biztos olyan dolgokat fogok tanulni, amik engem érdekelnek. Aztán ez nem teljesen így lett, de majd erre is kitérek. Középiskolában elmentem cserediáknak. Ugye kb. A legjobb barátaim eldöntötték így, egyik napról a másikra, tehát négyen voltunk így, akik ilyen szűk baráti kör volt, meg még nagyon sokan, akik tényleg nagyon-nagyon jó barátaim voltak, például aki mellettem ült, Peti, vele is nagyon jóba voltam, de ezzel a négy sráccal vagy egy általános suliba jártam, vagy ilyen nagyon szoros kapcsolatunk lett. Az egyik eldöntötte, hogy ő kimegy Tájföldre egy évre cserediáknak, a másik, hogy ő kimegy Alaszkába egy évre, a harmadik meg nem cserediáknak, de hogy tanulni kimegy egy évre Londonba. És így egyik pillanatra a másikra ott maradtam egyedül kávé. Jó, persze voltak barátaim, de hogy ezek a szoros kapcsolataim így elmentek. És én is eldöntöttem akkor, hogy hát akkor elmegyek én is cserediáknak, annyi, hogy nem egy évre, hanem csak 3 hónapra, mert amúgy féltem egy évtől. És én mindenképpen Amerikába akartam volna, vagy Ausztráliába. Beadtam jelentkezést, és mondták, hogy tudnék menni egy évre Ausztráliába, vagy 3 hónapra Törökországba, vagy Brazíliába. És hát úgy voltam, hogy egy évre nem mennék ki Ausztráliába, pedig amúgy utólag jobb döntés lett volna simán. De Törökország meg közel van, és így kimentem Brazíliába. Tehát akkor 15 vagy 16 éves lehettem, nem tudom mennyi pontosan. Kimentem full egyedül Brazíliába. Persze ott volt egy családom, akihez mentem, de ilyen nagyon durva volt igazából az az élmény. Tehát nem is repültem még akkor rendes repülőn soha. Aztán Zürichbe kellett átszállnom, rendesen metró volt az repülőtéren belül. Úgyhogy para volt nagyon. Viszont a látásmódomat nagyon durván tágította az egész. Tehát amikor megérkeztem, ilyen kultúrsok volt, mint hogy ilyen 30 évvel visszamentem volna az időbe. Minden olyan réginek tűnt nekem. Főleg azért, mert egy kisvárosban voltam ott. Nagyon sok új barátot szereztem. Az angol kommunikációm az fejlődött, viszont a nyelvtanom az nagyon romlott, mert ott az emberek nem tudnak angolul, és így össze-vissza kevertek a hit, a sível, mindent. De ugyanakkor a kommunikációm fejlődött. Rengeteg új barátot szereztem, sok élményt, meg azt hiszem az első párkapcsolatomat azt ott szereztem, egy német lányjal, ami egy kicsit hosszabb sztori, de majd egyszer azt is elmondom. Ő volt az első szerelmem, akihez ki is utaztam Németországba 16 évesen szerintem. 25 órát buszoztam Brémába, hogy kimenjek hozzá, lebeszéltem az anyukájával, stb. És kint voltam, úgy volt, hogy egy hétig leszek kint, és egy nap után szakított velem. Olyan szinten összetörte a szívemet, teljesen nagyon-nagyon rossz volt, ez egyik legrosszabb élmény. Viszont ez így nagyon a perspektívámat így teljes mértékben így kitágított, hogy most már úgy tekintek vissza rá, hogy de jó, hogy megtörtént, hogy olyan fiatalon történt meg, és nem 25 évesen ez, de ott akkor nagyon össze voltam törve. Mindegy, ez már így megadta az alapot nekem így a párkapcsolatokra, úgyhogy utána már picit másképpen kezeltem én is a lányokat. Na de menjünk tovább, tehát ez történt a középiskolába, itt ez egy nagyon jó élmény volt, meg ugye meg tudtam szocializálódni. Amikor elmentem egyetemre, egyetemen nulla ismerősöm volt, zéró, tehát senki nem jött, még Egerből se jött senki a Miskolci Egyetemre szerintem, és emiatt el kellett kezdenem ott így ismerkedni. Alapból én akkor még picit ilyen visszahúzódóbb voltam, vagy inkább olyan, hogy nem szerettem ezeket a small talkokat, tehát senkivel nem szerettem így ilyen érdektelen felszínes beszélgetéseket kezdeményezni. És emlékszem, hogy ott álltunk egy ilyen körbe az első egy órába kávé, és az egyik srác így rám néz, azt mondja, nekem nem kell húgyoznod? Hát mondom, de elmehetünk. És utólag kiderült, hogy ő lett a legjobb barátom az egyetemen, ő volt Peti. És Petivel mi voltunk kb. A két leghülyébb ember az egyetemen. Olyan szempontból inkább azt mondom, legőrültebb, mert hülyék nem voltunk, csak minden hülyeségben benne voltunk mi. És emiatt eléggé gyorsan elkezdtek így ismerni az emberek, hogy mi voltunk, hogy mindig mentünk a buliba, mi voltunk, hogy mindig megcsináltuk ezt meg azt, és így tökre ismertek lettünk, ami olyan szempontból jó volt, hogy ez megint segített abba, hogy kapcsolatokat építsek és szocializálódjak az egyetemen. Az egyetemen azt hittem, hogy olyan dolgokat fogok tanulni, amik
amiket a mindennapban is tudok használni, de ez nem teljesen így volt. Mert voltak olyan dolgok, amik érdekesek voltak, például amúgy gazdaság, földrajz, hogy tudjad minden országnak a fővárosát, el tudj helyezni a térképen, stb. Ez segített. Viszont azok a dolgok, amikor ilyen szabályozásokról, meg ilyenekről kell tanulni, az totálisan nem érdekelt. És kicsit úgy éreztem, így átverve éreztem magamat, hogy paszkén, nem erre készültem. És akkor megint adódott egy lehetőség, hogy Erasmusszal, ami az ilyen egyetemek közötti Európai Uniós pályázat, ki lehet menni fél évre valahova. És nekem 2 nyelvvizsga kellett a diplomámhoz, így az angol az megvolt, szakmai, kellett egy másik. Németet tanultam, de abból nagyon béna voltam, nagyon hülye voltam belőle. Így úgy voltam, hogy akkor kimegyek Olaszországba, mert az tetszett, meg hát ott meleg van. Meg is pályáztam, meg is kaptam, és kimentem fél évre, full egyedül, tehát nem családhoz, full egyedül Olaszországba. Báriba, ami délen van a tengerparton. Anyukám még azt hitték szerintem, hogy éhen fogok halni, tehát tényleg mamám írt kézzel egy ilyen kis füzetet, hogy miket kell főzni, hogyan lehet főzni, mit kell venni hozzá, hogy le volt rajzolva, hogy a mosógép az hogyan működik, és hogy melyik gombot kell megnyomni hozzá. Tehát, hogy ennyire féltettek engem. De ahhoz képest amúgy tök jól megálltam a helyemet. Pont az olaszországi ismerkedésemről szerintem ide felteszünk egy videót neked ide vagy ide valahova, mert nulla ismerőssel, tehát ott még magyar sem volt, nulláról 100 ismerősre mentem fel egy hét alatt. Mert akkor volt a születésnapom, miután kimentem egy héttel. Ez egy tök tanulságos történet szerintem, azt mindenképpen nézzétek meg. Olaszország megint segített abban, hogy élményeket szerezzek, kapcsolatokat szerezzek, és szintén most ezt mindig mondom ebbe a videóba, de hogy tágította a perspektívámat, hogy láttam, hogy így is lehet élni. Például az olaszok nagyon lazák. Minden nagyon lazán fognak fel. Náluk délutáni siesta van, stb. És nekem is olyan volt, hogy rászoktam kint arra, hogy reggeltől ilyen délig nagyon keményen dolgoztam, utána délután pihi volt, és még este még egy kicsit dolgoztam, mielőtt elmentem a fiúkkal inni vagy valamit. És ez tök jó életérzés volt, amikor visszajöttem, akkor ez nagyon-nagyon nehéz volt így megszokni. De most is szoktam még néha ilyen délutáni szundikat beiktatni, ez szerintem még az olasz útból ered. Olaszország segített abban, hogy újra alkossam önmagamat. Tehát ott én már másodjára voltam akkor cserediák hosszabb időre, és tudtam, hogy ez egy új lehetőség, hogy senki nem ismer, és hogy megalkossam önmagamat. És emiatt itthon is jártam edzeni, küzdősportolni, de nagyon keveset, meg ilyen béna volt. De kint úgy voltam, hogy akkor most már kint elmegyek. És kint elmentem a Dél-Olaszországnak a legjobb thaibox termébe, és ott edzettem, és ott szereztem magamnak kapcsolatokat, ismerősöket, stb. Ami eszméletlenül király élmény volt. És én voltam az egyetlen olyan ember kint Erasmuson, aki cserediákság mellett még eljárt edzeni. És volt, hogy bulikat off voltam ki emiatt, hogy elmenjek edzeni. Tehát ott tudták, hogy nekem az önkontrollom az nagyon a helyén van. Ilyen szempontból nagyon jó lehetőség volt, hogy újra alkossam el magamat. Amikor kint voltam, akkor kezdtük el az első vállalkozásomat az akkori egyik legjobb barátommal. Ez egy dropshipping-es webáruház volt. Dropshippingből elkezdtük csinálni, megnéztünk videókat róla, stb. Utána elkezdtük, semmi vásárlás nem jött. Kb. 3 hónapig semmi. Utána találtunk egy mentort a YouTube-on, akinek az volt a neve, hogy Rafael Sintron, és nagyon-nagyon kevés ember követte őt. Úgy voltunk vele, hogy $1000 volt a lifetime coaching, nagyon-nagyon-nagyon nehéz volt a barátomat befűzni rá, de megbeszéltük, hogy felesbe megvesszük. Megvettük, a srác már akkor ilyen $100,000 keresett havonta, és alkalmaztuk, amiket ő mondott egy egyórás hívásba, és másnap reggelre csináltunk ilyen 18,000 forintot, vagy 20,000 forintot kb. Ilyen $60-70, ami akkor ilyen óriási áttörés volt számunkra, és azt hittük, hogy megfejtettük az egész rendszert. A srác amúgy Puerto Rico-i volt, de utazgatott ide-oda, és találkoztunk vele amúgy Pesten is. És nagyon érdekes, hogy nem tudtam volna, hogy ő az, akkor azt hittem volna, hogy valamilyen hajléktalan, mert egy melegítőbe jött, meg egy ilyen cigicsike kiégetett kabátba. És először így kételkedtem, hogy baszki, ez biztos ő. És ő volt, és tényleg megmutatta a bankszámláját is, meg mindent, és tényleg annyi pénze volt, csak ebből is látszott, hogy nem őket nem érdekel, vagy őt nem érdekelte a tárgyas dolgok, inkább az élmények érdekelték. Aztán addig, hogy próbálkoztunk ezzel a dropshipping-gel, így ment folyamatosan, de nem tudtuk nagyon durván profitabilisan tenni, és sok munkát tettünk bele, ezért inkább azt így csődbe vittük. Ez rosszul érintette a barátomat is, meg engem is kicsit, azóta azzal a barátommal annyira nem is vagyunk jóba, vagy így eltávolodtunk egymástól. Ez is egy jó dolog volt, hogy nem mindig jó egy baráttal indítani egy közös üzletet, mert néha eltérőek a nézőpontok, és ez lehet, hogy a barátság rovására megy. Utána, amikor viszont hazajöttem, és már tényleg ott voltam, hogy már lassan le kéne diplomáznom, és nem csinálok semmit, akkor el kellett döntenem, hogy csináljak mégis valamit, ami nem volt más, mint a weboldal készítés, amit megtanultam a dropshipping által.
Weboldalakat készítettem először magamnak, anyukámnak, apukám ismerőseinek, meg anyukám ismerőseinek, és akkor ebből kezdtem el szépen magamnak felhalmozni pénzeket. Nem olyan sokat, de jó pénzek voltak benne. Tehát volt olyan, hogy ilyen 300-400 ezer forintért csináltam weboldalakat, ami akkor amúgy nagyon jó pénz volt. Úgy voltam vele, hogyha csak egybe jön egy hónapban, akkor én már jól vagyok teljesen, és mondjuk kell 3 napot dolgoznom. És voltak nagyon-nagyon jó hónapok is. Emellett indítottam el egyszer, mert nagyon sok szabadidőm volt mellette, mert tényleg ilyen egy-egy honlap, hogyha beesett egy hónapba. Mondtam, hogy mi lenne, hogyha indítanék egy valami Insta oldalt.